Üdvözlök mindenkit, hello, szia, hello! Folytatom a Man of Medan-t. Ez mi? Várjál már. Szóval folytatjuk a Man of Medan-t. Beszarva a fosatósban. Előre is elnézést, hát ez a lét. Ciza játszós kedvében van, úgyhogy bocs. Na szóval. Pár gondolt az előző részhez. A kötél, amiben a halász barátaink belementek közül, ugye a kamera volt, amivel csinálták a fényképeket a repülőgép roncsról. Szóval azt szerintem nem, arra nem jöttem úgy rá, csak a vágás közben így leesett. Akkor mi esett még le nekem? Igen, hogy a repülőnél, ugye én arra gondoltam, hogy a lövedék, amit találtunk, az belülről lett lőve, de nem. A repülőt lelőtték. Illetve ugye ki voltak cserélve a bombák mentőcsónakokra, tehát ezt a repülőt mentésre használták volna, de egy csónak meg maradt, egy csónak eltűnt, úgyhogy megmaradt. Úgyhogy valami történt, ez a lényeg. És most Giuliával meg kell keresnünk a navipadot, de vannak itten collection és karakterzek. Itt meg tudjuk nézni, hogy ki, mi, hogy, mint és miért van jóba mindenkivel, igen. Bearings. Speedboat. Proposal. The bands. Ez mik? Ja, hogy ezek már ki. Ja, hogy ezek, hogy mik történtek, hogy mi volt. Tehát most, hogy elvittük ezt a botot, ezek ki tudjuk nyitni a hajót. Aha, értem. Értem. Itt vannak a szikletek, amiket találtunk. Jó, sok lesz. Elég csak kettőt találtunk, ugye azt, hogy egy mentőhajó nincs, illetve a lövedék. Giulia, hello. És itt vannak a képek, amiket találtunk. Ugye itt nem tudjuk, hogy mi lesz, ezt én nem értem. Itt fáj a szíve a csajnak, ezt se értem. Itt pedig ugye azt hittem, hogy a botot kapom el, de nem, itt elmenekül hajóval a Konrád. Jó. Megyünk a navipadért. Jó. Menjünk a navipadért. Hát én nem mentem volna érte, most csak beszéltem a nézőimhez, basszad meg a nyelvet. Ó, csókol ez a gyere ide, te! Óvatosan, tigris. Vissza kell mennünk. Itt van-e? Úgy leültünk oda. Az a sör nem fogy el? Sose? Nesze. Így áll. Csávó, nem kér. Nem, mert mindenki ezt nézzétek. Mandzsúriai alany. Kitalált, elsüllyedt kincset. Mit gondolsz, kapitány, koordinálták? Ezek a koordináták lehet, hogy a repülőnek a útvonala. This plane must have been shot down because it was riddled with bullet holes. I found the lett lőve a repülő. And it was full of life rafts. Must have volt mentőcsónakkal. There was only one missing. Egy hiányzik csak. Excuse me? I told you to leave everything down there alone. Oh, come on. We've been through this. Most leszekszünk, hogy nem kellett volna semmihez hozzányúlnunk. No, you did whatever you wanted. Whatever you took, it was too much. Sok mindent hoztunk el. Ajaj. Igaza van. Bocsáss meg. Sokkal óvatosabbnak kellett volna lennünk. Bocsi. Nem kellett volna ennyi cicat elhozni onnan. Nem ismerünk őket. Nem kellett volna nekünk először megtalálni ezt a repülőt. Rossz szerencse. Amit idehoztunk, annak mind, az mind nyom, hogy mi ők voltak.
People drown in these waters and you have to respect their resting place. Damn straight. Most azt mondja, hogy sokan meghalnak a vizekben is. Yeah, I heard a story. Happened right around here. Na, várjál. Most eljutottunk arra a részre, hogy szellemek meg minden szar. Várjál. Szóval a Fliss, a kapitány azt mondja, hogy meg kell adni a módját, mindenki tisztelni kell itt elhunyt halottakat, meg a szellemek. Azt így kéne felhozták a szellemeket, és most gondolom elkezdenek beszélgetni a szellemekről. A szellem sztori lesz. Amúgy mindig balról jobbra megyek ugyanúgy, meg ugye azt mondom, amit mondok. Mondd el azt a sztorit! Let's hear it. I bet you can spin a good yarn. It's kinda messed up, actually. Na, most okos tojás elmeséli a sztorit. Okay. Here goes. Ez a sztori. Igaz. És itt történt a közelben. Egy öreg világít a toronyba. Igaz történet? Hol hallottad ezt? You need to know, it's ripped right from the rotting pages of the terrifying ancient in-flight magazine I was perusing. Egy magazinból olvasta. The light történetet, igen. A világító torony el volt a világtól el volt zárva. A világot csak a hullámokat hallotta. Aha, egyszer egy reggel egy véres nőt látott. Sírt az a véres nő. Visszamentek a toronyba, megkérdezte, honnan van. Most beszólt a Konrád, valami hülyeséget, hogy lefeküdtek, vagy valami. Kussolj, Konrád! Itt élek. Ezt mondta a nő, hogy itt élek a Lighthouse-ban. Mi az? Fent vannak a szüleim. Világítatani. Nincs fent senki, mert nem élt itt már éve volt a senki. Felmentek a világítatón tetejére. Fent volt egy ember és egy nő brutálisan meggyilkolva egy kalapács a baltával. Mindig balta. Csak a... fel voltak vagdosva. You know, sometimes you have to embellish the facts a little to get at the deeper truth. It's okay. Okay. So. És ki csinálta? Who did it? The woman says it was my husband. And she turns to the closet. Azt mondta a nő, hogy ez a férjem. Ah yes, the husband. A férj. That's why I've always been a little weary of marriage. So the lighthouse keeper creeps over to the closet. Beszart a toronyőr, kinyitott az ajtót. Volt bent egy ember a WC-ben, és elvágta a saját torkát. Közelmet, hogy lássa a halott ember arcát. Közelebb, közelebb, és azt látta, hogy a saját arca. Ott a kurva! A kurva anyádat! Super twist. Nice. Nice one, Squire. Na, akkor a sztori lényege az, hogy volt egy világító toronyőr, jött egy véres nő a körökből, a véres nő bement a világító toronyőrbe, Konrád viccelődött, hogy ezek lefeküdnek, de ment tovább a sztori, hogy mondta a véres nő, hogy van fent két hulla, ezt nem hitte el a világító toronyőr, mert éveken át nem volt ott senki, felmentek, ott volt két hulla, megkérdezte a nőtől, hogy ki tette eztet, a nő azt mondta, hogy ott van a WC-ben, bement a WC-be a csávó, volt ott egy csávó, aki elvágta a torkát, és a férj ránézett a csávó arcára, és saját magát látta, és most beszartam. Jaj! Na, folytassuk. Király sztori volt, ugye gyerekek? Ezt mondjuk. You had me going. Pretty cool. I think you told it better last time. Good effort. Múltkor jobbat mondtál, de oké. Okay. Oké, minden ilyen viccelődtetek. Menjünk innen, mert jön a vihar. Még egy sört ígyunk meg, mielőtt megyünk. Jó, van protokoll neki, hogy innia kell mégsem. Ez egy részeg, gazdag hajom. Interneten olvasta, hogy inni kell még. Az a baj, nagyon gyorsan, sokkal gyorsabb a beszéd meg minden, tehát nehéz szóról-szóra lefordítani. Úgyhogy bízatok magatokba. És bennem.
Jó, egy jó kis éjszakai horror történet, talán alszunk. Most nem mentek el? Bebasztak? Nem azt mondta a csaj, hogy még egyszer is megyünk? Hello? Hey! Anyád valaka! Szevasz, ezek a izék. Halászok. Igen, ez a... Jól áll a szeme, csávú. Kit szabadítsunk ki? Csajszit. Most ezt számít, hogy kit szabadítunk ki először? Sorba megyünk, jó van? Gyere, téged is! Összedolgozunk, tesa! Na, megvan mindenki? Hol a másik kettő? Ja, ott a Julia, jó van. Csak megint olyan sötét van, bazd meg, hogy az orromig se látok. Julia, jól vagy? Szerintem igen. Miért is a homloka? Hé! Hey, ne! Te! Köcsök! Engedj! Mindjárt szabad vagyok? Nem tudnak ezek a... Szerintem ezek kalózok. Kötözni. Azt hogy csinálod? Jó hírek, rossz hírek. Rossz hírek? Ennél rosszabb, hogy lehet? Igen, ezek azok a csávók, akikkel összefutottunk korábban. Felismerte őket. Ezek miért jó hírek? Mindegy, igen. Mit fognak meg csinálni, nem tudom. Ki akarok jutni innen? Nagy veszélyben vagyunk. Először kötözd ki magad szerintem, mielőtt leskelődnél. Ajaj! Nem! Hé! Hey! Ne basszál fel! A baszadék. Érted, később visszajövök. Na bazd meg, elviszi ezt is. Senki nem tudja, hogy itt vagy, kicsi hölgy. Egyedül vagy velünk. Használjuk ki. Megbaszhatod magad. Hallottad a hölgyet. Milyen hangja van már néged, félszeműnek, hallod? A májam úgy is rossz. Most. Anyád valaga. Most már neked is olyan a szemed, mint nekem. Komolyan, mit akartok? Mi a faszt akartok?
Ne leszúrj, nehogy leszúrd! Köcsög ez a karakterre, bírom, jégembert. Levágja a fülünket? Óvatosan. Léci, ne bánts! Később végzünk vele. Most azt mondom, hogy fuck you, akkor hello van. Viselkedjél. Oké, viselkedek. Ne basszuk fel őket, szerintem. Oké. Most lát a körönvágó lót. Vigyázz, már jönnek vissza! Vigyázz, már jönnek vissza! Jönnek vissza. Csaj nem volt feltétlenül, hogy a csajnak elő van a kezdve, nem hátul. Mindegy. Hát igen, Konrádot elintézték. De észrevette, észrevette. Hagyjad! Fog be. Most azt látta, hogy el van engedve? Nem hiszem, hogy megütik. Fliszt se ütötték meg. Fliszt az a kapitány, ugye? Láttad a tesómat? Tényleg, hol a tesója? Nem láttam, de remélem jól van. Hol a szemüveges srác? Fordulj meg! Na, nehogy lássák a kezedet, és akkor meglepjük, ha visszajönnek. Hát, mi az előbb, amikor vetted az ajtót, akkor nem vettek észre? Miért visznek fel mindenkit, azt hoznak vissza? Mindenkit kihallgatnak? Jól vagy? Mit csináltak? Jól vagyok, nem értek hozzá. A szüleinkről kérdeztek. A faszért dobáltad a sok pénzt. Mennyi pénzé van a szüleiknek? Szevasz! Ó, a Konrád a kurva élet. Akkor azért jöttek ide. A sok pénzből dobálta a vízbe. Na csak ezért a kettőért jöttek. Gazdagokért, mert ugye ők ketten gazdagok, a Konrád meg a csaj. Vagy a szüleik. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, számoljuk a vihart. 8-ra van, 8 másodperc. Igen, 8 mérföldre van a vihar. Hajón jöttek, talán el tudjuk. Szóval igen, van egy hajójuk. A fő kolomposnak van fegyvere. Ha el kéne jutni a hajóra? Ha el tudjátok találni a figyelmüket, meg tudom szerezni a hajót. Állj, nem jó! Kitörjük az ablakot. Akkor törünk be az ablakot, amikor dörög az ég. Elmegyünk a hajóért, ti pedig elterítek a figyelmét. Még reméljük, hogy nem basztam el. Elvasztam, bocs. 8-ig kellett volna számoljanak. Én nem tudom, én a 3-ra miért mondtam. Bocsánat. Fogd meg a kést, nem megyünk! Fogd meg a kést! Fogd meg a kést, mondom, hogy!
drop it, Buster. Dobd el! It's amateur hour over here. Fliss, I got this. Let me handle it. Hogy kezeljem én most, Fliss? Na hát, te semmi értelme nem volt így. Mit csinálsz, te idióta? Pontosan. Gondolkozz, mit csinálsz, fiú? Menj a hajóra, de hát lelőnek akkor! Meg akar ölni engem ez a gyerek Olson. Há? Vigyétek vissza őket. Vidd ezt is, használtak el. Hát ez nem sikerült. Üljetek le. Odani. Te ide. Leülni. Álljatok le, ez az én hajóm, álljatok le, ezt franciában mondja. Fogd be, mert meg arcod a, az arcod a kezemmel oklömmel fog találkozni. Franciául beszéljétek. Olson, gyere ide! Melyik ötte fog erről beszélni nekem? Mancsúriai arany. Ajaj, megtalálták azt, amit találtunk a hajóroncsba. Közben felöltöztünk, jó? Elmentünk volna a hajóval, de elbasztad. Hát de akkor, hogyha elmegyek a hajóval, akkor előnek. Fogjátok be! Nyugi van! Ne gangstereskedj itt nekem! Na miért vérzik ott a unokat? Az Alex azt hiszi, hogy a Fliss az összedolgozik velük. Fura neki, hogy ő a kapitány, a csaj, és nem bántották. Hogy mered ezt állítani rólam, hogy velük vagyok? Te hülye fasz. Seggfej vagy, te kölcsök. Ez egy csapda és átbasztatok. Hey! Ez nem sikerült. Üljetek egyenesen! Te gyere velem! Én? De is kell, hogy meddig tart a vihar. Ha megpróbálsz valamit, következményei lesznek. Duke of Milan vihar jelentést kér, vége. Minden jó, minden oké? Vége. Na, nem baszakszunk, nem baszakszunk, milyen rossz a vihar? Nem azt mondjuk, hogy segítség. A viharról kérdezek. Geci szar itt kint. Nagy vihar jön. Aha. A következő koordinátákat elkerüljük a még nagyobb vihart. Kell valami segítség? Semmi, és nincs semmi gond. Drops of rain.
Kösz az infóért. Hána hivatalizunk. Vagy nem. Ne! Nem nagy a vihar! Csak már az volna, a koordinátákat követjük, hanem ezek mennek a másik fele. Dobjatok ki mindent, amit tudtok! Álljatok! Oké, és vágd le az egészet. Segíts! Járál ide! Gyerünk, mozgás! Most! De hol van a szemüveges csávó? Tudod valamit Bradről? Valahol bujkál? Nem tudom, hol van. De ezt egy kicsit halkabban beszéljetek már meg. Hát tud segíteni, nem fulladt ő még meg. De ne ordítva mondjad, baszom! Ó, igen! Mi van, hogyha meghalott lent? Így hangosan, baszd meg! Jó, hát akkor viharban lehet, hogy nem arra koncentráltak. Nézzük el. Ott van valami! Mi a kaci ez? Yes! Lesz-e neked életmentő hajó? Holy shit! Ez Samuel L. Jackson. Ow. Cse. Még mindenki él. Másképp is történhettek volna a dolgok. Mit hozol ide nekem? Kind-hearted creature I am. Tempted? Aha, meg akar osztani velünk valamit, hogy mi fog történni. Ami történik, az történik. Nem, ne spoilerezzél nekem. Jó, egyedül. Jó, hülye vagyok, de hát most ne spoilerezz el, hogy mi lesz. Már kiderül, mi lesz. Now that you've reached a point of significant distress, I presume you're eager to get back to your story. But here's a thing. Vissza akarok tenni a sztorihoz, de... may not be entirely as it seems. Semmi nem annak tűnik, ami látszik. Semmi sem annak látszik. Aha. Oké. Okay. Nem kellett volna ezt mondanom. Semmi az, aminek látszik. Semmi sem az, aminek látszik. De sok fordítás amúgy az agyat úgy megkavarja, hogy próbáljak figyelni és közben beszélni, bocsánat kérek. Az ajtó, gyorsan az ajtót. Ott a bejárat. Junior. Ezek azt hiszik, hogy itt még van valami élő a hajón? Mi az? Bazd meg. Mit vettek ki a hajóból? Menjél! Most mindenkit felküldenek a hajóra.
tetkóilag tényleg olyanok, mint a csaj. Francba. Hol vagyunk? Jézusom. Nem köszi. Hát ez a Man of Medan. Gyerünk tovább. De itt a vége ennek a résznek. Nem tudom milyen lesz. Úgyhogy a lényeg a lényeg. Köszöntöm szépen a figyelmet. A viszont látásra.